És izgulnak egyébként? Nem. Voltunk már meredek helyeken. Egyik Marokkóban már mindenki. Nem olyan izgalom, ez inkább az a várakozás izgalma, hogy amikor indulunk. Igen? Most már alig több, mint egy hét. Hát meg hogy tudjuk teljesíteni a küldetést, mert innentől kezdve, hogy ugye van egy missziója az embernek, azért illik odaérni. Ha már főleg ekkora felhajtás van. Ez egy hosszasan dédelgetett nálom egyébként? Tehát úgy látják nagyon, én hogy... Én nekem már több mint 10 éves. 10 éves? Kapastistás tervem. Ugye most mentem nyugdíjba, és most adott lehetőség arra, hogy elmenjek. És van még valami a bakancslistán ezen kívül? Hát van. Ami ilyen hosszabb táv, és ehhez kapcsolatban... Ennek a versenynek egy amerikai szakasza is egyébként, és azon gondolkoztunk, hogy ez jól sikerül, és az autós jól vizsgálzik. Akkor én legalábbis azon gondolkoztam, nem tudom, hogy vagytok, de azért ezt érdemes lenne tovább vinni. Meg hát ugye ennek van egy olyan, három kategória van itt. Tehát van egyszer a túra, amiben mi indulunk, van a 4x4, olyan a terepezők, tehát a terepjárók, ők egy kicsit más útvonalon is mennek egyébként, és ők versenyeznek. Tehát nekik versenyük is van, tehát ők időre oda kell érjenek, stopper, stb. Esetünkben nincs. Nincs a mondás, hogy bárhogy, bárhova, bármikor, vagy valami ilyesmi, csak érjünk, bármivel csak érjünk oda. Minket ilyen szempontból nem kontrollálnak, de náluk ott GPS van, ott ha 25-nél többen mennek lakott területen, már büntetőpontok, stb. És van egy spirit kategória, amikor az ilyen, hát ez ilyen flúgos futam. Ha. Tehát mindegy, csak gurulja. Hogy autó mehet, tűzoltó autó, mentőautó. Bármi, Trabant, Warburg, mennek is egyébként, roncs, derbi, meg minden.